217.600 forint az átlagos nettó kereset Magyarországon a KSH adatai szerint. Ennek a bruttója 355.100 forint. Vannak, akik szerint ez még mindig jóval elmarad a néhány száz kilométerre kapható osztrák bérektől. Kevés. Én már nyugdíjas vagyok, gyakorlatilag engem nem érint, de az aktív dolgozókat érinti, tehát a jelenleg munkában lévő fiatal és idősebb korosztályt érinti, tehát kevés. Pedig a nettó 217.600 forint több mint 10%-kal magasabb összeg, mint amit egy évvel korábban lehetett a statisztikai hivatal szerint hazavinni. Ez nem igaz. Kevesebb. Biztos, hogy kevesebb. Tehát azt mondja, hogy az emberek jelentős részénél jóval kevesebbet keres. Biztos vagyok benne. Sok minimálbéres, biztos. És valóban a pénzügyminisztérium adatai szerint is a versenyszférában dolgozók közel 43%-át érintette az idei minimálbéremelés, vagyis ennyien kapták a kapható minimumot a munkájukért, ami jóval elmarad az átlagbértől.